Kezdve a közösségi média platformokat működtető algoritmusoktól, egészen az okos óráinkban megtalálható alvásfigyelő technológiákig, világunk soha nem látott fejlettségi szinten áll. Ezen narratíva mentén joggal merül fel a gondolat, hogy az emberiség generációról generációra intelligensebb, találékonyabb. A mai gyerekek képernyők előtt vagy akár VR szemüvegekben töltik szabadidejük nagy részét, én még MSN Messengeren kezdtem a tinédzserkorom és torrenteztem a filmeket, mert nem volt Netflix, a szüleim pedig botokkal játszottak, és hétvégente egy napra kapcsolt be a fekete-fehér tévé. Mióta világ a világ, az aktuális generáció hülyének nézi az utána következőt, a kettővel utána következőt pedig nem is érti, hogy marad életben. Az 1970-es évek óta lehet, hogy tényleg egyre butábbak vagyunk, szóval hol van itt az igazság? Merre tart az emberiség? Elbutulunk vagy fejlődünk? Talán még nem tudatosult benned, de gyakorlatilag egy szellemi aranykorban élünk. Az intelligenciánkat mérő teszteket egy jó évszázad alkották meg, és azóta töretlenül növekednek vagy növekedtek az intelligencia hányados értékeink. Beszéljünk először egy kicsit erről. Sokak szerint manapság egy hétköznapi ember is zseninek lenne titulálva egy 1919-ben születetthez képest. Ezt a jelenséget hívják a Flynn hatásnak. Az egyik leghíresebb gyermek intelligencia skála tesztet nem kevesebb, mint 4 alkalommal aktualizálták. Először 1974-ben, majd 91-ben, 2003-ban és legutóbb 2014-ben. A felülvizsgált változatokat mindig a kísérletben résztvevők teljesítménye alapján egységesítik. A referencia értéknek mindig a 100-as IQ-t tekintjük, melyet a közép teljesítményként határoznak meg. Ugyanazok a vizsgázók ugyanazon teszt korábbi és új változatát is kitöltik, ezzel nyomon követhető és alátámasztható, hogy az intelligencia hányados növekszik. Ez az időben javuló teljesítmény valamennyi fontosabb teszten, korosztályban, modern és iparosodott országban megfigyelhető. Egyedül az előre haladás mértékében mutatkozik némi eltérés. James Flynn, akiről a jelenséget elnevezték, 1987-ben arra a következtetésre jutott, hogy a kimagaslóan nagy növekedések azt jelzik, hogy az IQ-tesztek nem az intelligenciát mérik, hanem csak egy kisebb fajta, absztrakt probléma megoldó képességet, aminek csekély a gyakorlati jelentősége. Állítását azzal támasztotta alá, hogy ha a mérések ténylegesen az intelligencia növekedését tükröznék, akkor olyan szignifikáns változásoknak kellett volna történnie, melyek közel sem voltak megfigyelhetők. Ilyen például egy feltételezett kulturális reneszánsz elmaradása. Ugyan gyakran illeti kritikával ezeket a méréseket, kutatások széles köre támasztja alá, hogy a tesztek eredményei hasznos információval szolgálhatnak az emberek más képességeiről. Az IQ-tesztek különösen jók a tanulmányi sikerek előrejelzésében, ami nem meglepő, tekintve, hogy eredetileg iskolai használatra tervezték őket, de bizonyos kutatók szerint azt is képesek előrejelezni, hogy milyen gyorsan tud valaki elsajátítani új készségeket munkahelyi környezetben. Az IQ-teszt természetesen nem szentírás, nincs kőbevésve, ugyanis az ember sikerét számos egyéb külső tényező is befolyásolja. Viszont nem vitathatjuk el, sok kutatás bizonyította már, hogy egy reális képet mutat a tanulási képességeinkről és a komplex problémák megoldásának képességeiről. Ha elfogadjuk, hogy az IQ-tesztek működnek és valóban egyre okosabbak lettünk az elmúlt 100 évben, felmerül, hogy mi állhat e mögött. A fejlődő egészségügy, a kiegyensúlyozottabb táplálkozás, a színvonalasabb oktatás, a javuló munkakörülmények, valamint a technológiához való hozzáférés mind hozzájárultak ehhez. Például a kokáért a 19. században az iparosodás nagy és túlzsúfolt városokat eredményezett, ahol az egészségügy silány volt, és ez csak tetézte a korai halandóság növekedése. A jobb lakhatási lehetőségek, a szülői felügyelet, valamint az ingyenes oktatáshoz való hozzáférés és a fizikai munkát felváltó szellemi foglalkozások sokak számára megteremtették a hosszabb és minőségi életet. A modern iparosodáson átnemesett országokban végzett kutatások is arra az eredményre jutottak, hogy az imént felsorolt tényezők pozitív hatással vannak a magasabb intelligencia hányadosra, ha úgy tetszik, IQ-növelő hatásuk van. Egy szubszaharai afrikai országokat elemző tanulmány arra jutott, hogy az általuk vizsgált térségben egyáltalán nem érvényesül a Flynn hatás, ennek oka pedig vélhetően a sivár életminőség. Nézzük meg, milyen elméletek léteznek még. Az egyik, hogy az oktatásban eltöltött idő meghosszabbodásával jelentősen nőtt az írni-olvasni tudók száma, és ez hozzájárult a magasabb intelligenciához. Egy másik elmélet szerint a mai embert körülvevő környezet sokkal komplexebb és ösztönzőbb a tanulékonyság szempontjából. A 20. század elhozta számunkra a vizuális médiának való folyamatos kitettséget. Indultunk a falon lógó poszterektől, képektől a filmekig,
ezt követte a televízió, a videójátékok, majd a számítógép és az okostelefonok teljesen interaktív világa. Jól belátható, hogy minden egyes generáció ingergazdagabb optikai élményeknek volt kitéve elődeihez képest, és ez hozzájárult a vizuális ingerek hatékonyabb elemzéséhez. Ha ez igaz, és tényleg csak a vizuális adatfeldolgozásunk javult, nem csoda, hogy a Flynn effektus nem hozta el a megkerülhetetlen kulturális reneszánszt. Flynn 2007-ben megjelent What is Intelligence című könyvében tovább taglalta az elméletét. Szerinte a modernizációból eredő környezeti változások, például a nagyobb szellemi kapacitást igénylő munkák, a technológiák készségszerű használata, a kisebb családok, azt eredményezték, hogy az emberek az elmúlt évszázadhoz képest sokkal nagyobb hányada szokott hozzá az absztrakt gondolkodáshoz, koncepciókhoz, hipotézisekhez. Az IQ-tesztek jelentős része vizsgálja célzottan ezeket a készségeket, így ez is jól magyarázza, hogy miért teljesítünk jobban a teszteken. Flynn a következő példát hozza. Mi a közös a kutyában és a nyúlban? Egy mai 21. századi ember nagy valószínűséggel azt a választ adná, hogy mind a két állat emlős. Ezzel ellentétben egy előző évszázadból származó, könnyen lehet azt válaszolná, hogy az ember a kutya segítségével vadássza le a nyulat. Egészen más a gondolkodásunk. 100-200 éve nem volt még közismert információ, hogy mi az az emlős. És bele se gondoltak abba, hogy ez szerint kellene rendszerezni a kapott információt. Egy évszázaddal ezelőtt a táplálkozási hiányosságok korlátozhatták a test és a szervek működését, beleértve a koponya térfogatát is. Életünk első két éve a legkritikusabb, ami a táplálkozást illeti. Az alultápláltság következtében fellépő problémák szinte visszafordíthatatlanok, és bizony ide tartozik a gyenge kognitív fejlődés is. Mára tudjuk, hogy a tápanyag hiány hatással van az intelligencia fejlődésére. Egy tanulmány például megállapította, hogy a megfelelő jódbevitel hiánya átlagosan 12 IQ pont csökkenést okozott Kínában. Ez a kínai példa nem egyedülálló, ugyanis az elmúlt 30 évben számos másik országban is hasonló eredményekről számoltak be. Így hát eljutunk a nagy kérdéshez, a nyugati ember elérte az intelligencia csúcsát. Habár sokak szerint az IQ-nkat mérő tesztek eredményei emelkednek, a fordított Flynn hatást vizsgáló kutatások azt mondják, hogy ez a növekvő tendencia minimum lelassult, de akár meg is fordult. Egy norvég tanulmány például azt állapította meg, hogy az 1975 előtt született férfiaknál 3 pontnyi növekedés mutatott az IQ-nk minden egyes évtizedben, míg az 1975 után születetteknél az IQ folyamatosan csökkent. Összességében 7 pont különbség jelent meg a két generáció között, ami évente átlagosan 0,2 pont csökkenés. 2005 és 2013 között az Egyesült Királyságban, Svédországban és Franciaországban is végeztek ilyen kutatásokat, és ezek eredményei sok hasonlóságot mutattak. Nemrégiben készült két újabb kutatás rengeteg amerikai egyetem összefogásával, és mindkét tanulmány arra jutott, hogy a kognitív fejlődésünk határozottan csökken. Megállapították, hogy a világjárvány idején született csecsemők 22 pontot vesztettek az intelligencia hányadosukból, ami 70 évnyi IQ növekedésnek felel meg. Hogyan mérhető ez a csecsemők körében? A Brown Egyetem és a Rhode Islandi Kórház kutatói a Mullen Scales of Early Learning nevű módszertan találták fel, melynek lényege, hogy 703 hónapos és 3 éves kor közötti gyermek kognitív és motoros változását pontozták egy a fejlődésnek megfelelő viszonyítási skálán. Az igazat megvalva nem tudjuk, hogy mi lehet a magyarázat az átlagosan csökkenő IQ-ra, van azonban 3 megalapozott hipotézis. Ezek közül az egyik a szülői stressz. Kimutatható, hogy nagyon szoros összefüggés van a terhesség alatti anyai stressz és a gyermek alacsonyabb agyfejlődése között. Sajnálatos módon a koronavírus okozta egészségügyi és gazdasági helyzet valamennyiünk számára egy feszültebb, stresszesebb időszak volt, ami a kismamákat sem kímélte. Ez nem csak magzati, de újszülötti stádiumban is kihatással van az agyi kapacitás fejlődésére. Egy másik állítás a szülők online eltöltött idejére fókuszál. A világjárvány kezdete óta 4-ből 3 szülő gyakrabban van jelen a virtuális térben, a felnőttek közel 1/3 pedig azt állította, hogy mostanra már szinte állandóan elérhető az interneten. Ezek mellett még a társadalmi elszigeteltséget hozzák fel. A Covid-járvány alatt kénytelenek voltunk elszigetelni magunkat, ami szintén negatívan járult hozzá a gyermekek fejlődéséhez. No, de ne csak a járványról beszéljünk, lehetnek itt ettől független okok is. Ilyen például az oktatási metódusok jelentős változása. Az elmúlt évtizedekben nagy áttörések születtek, ugyanis a komoly irodalmi művek olvasásától és bemagolástól eljutottunk a kollektívabb tudományos probléma megoldó megközelítés felé. Ez főként a nyugati országokra jellemző, Magyarországra ez kevés helyen tört be. Ezeket diákközpontú módszereknek nevezzük, amelyek mára oda jutottak, hogy interpersonális készségekkel és csapatmunkával kombinálják őket, és a fejlett országokban arra ösztönzik a tanulókat, hogy megértsék mások érzelmeit is.
Az ilyen oktatási módszerek lényege, hogy észszerűbb és hatékonyabb munkavégzésre ösztönözzék az egyént, viszont ezért cserébe kisebb hangsúlyt fektet az IQ-tesztekben megkövetelt képességekre. Több lexikális tudást adott, és az IQ-tesztekben szereplő kérdések jobb megválaszolásához vezetett, a modern módszerek már nem helyeznek erre nagy hangsúlyt. Behozhatjuk a korábban már említett helyes vagy helytelen táplálkozást is. Bizonyos termékkategóriák drágulásával például egyre többen küzdenek azzal, hogy megfeleljenek a helyes táplálkozási arányoknak. Felmerült még a szegénységben, nélkülözésben felnövő bevándorlók megjelenése is Európában. Ez most nagyon csúnyán és rasszistán hangzik, tudom, de tény, hogy az egész életükben iskolába járt, Európában születettekhez képest, ők sajnos lefelé húzzák az IQ-tesztek átlagát. Ami még nagyon érdekes, hogy az 1800-as évek óta az IQ és a reprodukció negatív korrelációban állnak egymással, egyszerűbben fogalmazva az intelligensebb embereknek kevesebb gyerekük születik. A National Child Development Study elemzései azt mutatják, hogy az intelligensebb férfiak és nők reproduktív szakaszuk korai stádiumában nagyobb eséllyel maradnak gyermektelenek. Egyre kevesebb a magasabb IQ-jú szülőtől származó gyerek, és ez is negatív irányba tolja az arányokat. Átlagosan 15 IQ ponttal magasabb intelligencia szint akár 25%-kal csökkenti a nők szülési esélyeit. A nők körében tapasztalható csökkent gyermekvállalási kedv a fejlett országokban a népességi IQ csökkenéséhez vezethet. Előfordulhat az is, hogy az okos telefonjaink utítanak el minket. Bármilyen információnak pillanatok alatt utána nézhetünk, soha nem kell megjegyeznünk tényeket, útvonalakat vagy a barátok telefonszámait. Egyes tanulmányok az okostelefon használatot a komplex összpontosításra való készség csökkenésével és a rosszabb figyelemkontrollal hozták összefüggésbe. Érdekes módon a videójátékok viszont pont hogy jobb koncentrációs képességgel járnak együtt. Egy nagy hatású tanulmány keretein belül önkénteseket kértek fel arra, hogy újonnan tanult kvíztényeket gépeljenek be egy számítógépbe. Azok a személyek, akiknek azt mondták, hogy a számítógép majd megjegyzi helyettük az információkat, sokkal rosszabbul teljesítettek egy későbbi memóriateszt során. A kutatók ennek a jelenségnek a Google hatás nevet adták. Egy másik vizsgálatban egy sor olyan kérdést szegeztek a résztvevők felé, ami az agyi kapacitásuk határait feszegette. Azok, akik azt mondták, hogy sokat használják az okostelefonjukat, hajlamosak voltak rosszabbul teljesíteni, és kevésbé voltak analitikusak. Van viszont ezt megcáfoló vélemény is. Mivel a hanyatlás az 1970-es években kezdődött, jóval azelőtt, hogy mindenki a képernyők előtt töltötte volna ideje nagy részét. Szóval, bár a probléma része lehet, nem lehet kizárólag ezzel magyarázni. Végül pedig, amit Flynn is megemlített, lehet, hogy az IQ-tesztek rosszak. Az IQ-tesztek eredményei kétségkívül ellentmondásosak, mivel az intelligencia nem csak egy dologban határozható meg. Ami az afrikai szavannán okossá tesz valakit, az Hongkong pénzügyi központjában szinte fabatkát sem ér. A kérdésre, hogy az emberek egyre okosabbak lennének, továbbra sincs egyértelmű válasz. Azt viszont ne felejtsük el, hogy az alacsonyabb IQ értékek nem feltétlenül azt jelzik, hogy az emberek kevésbé lennének intelligensek. Szimplán csak a teszteken érünk el kevesebb pontot. A probléma akár az IQ-tesztek módszertanára is visszavezethető. A tudósok különbséget tesznek a kialakult intelligencia, ide tartoznak a már megtanult és memorizált dolgok, és a fluid intelligencia között, ami a tanulási képességeket jelenti. Az IQ-tesztek általában jobban mérik a kialakult intelligenciát, így az oktatásban végbe ment változások, amelyek kevésbé hangsúlyozzák a memorizálást, a pontszámok csökkenéséhez vezethetnek. Ha ez a magyarázat helytálló, akkor a diákok ugyanolyan okosak, mint eddig, csak sokkal jobban támaszkodnak a Google-re. Fontos letisztázni, hogy az IQ-tesztek mit is mérnek valójában és mit nem. Olyan dolgok mérésére alkalmatlanok, mint például a személyiség, a kreativitás, az érzelmi és szociális intelligencia, vagy akár a bölcsesség. Ezek olyan fontos emberi tulajdonságok, amelyek messze túlmutatnak ezeken a teszteken. Pontos válasz hiány továbbra is keressük az intelligenciánk csökkenésének okát, viszont valamennyiünknek érdemes elgondolkodni azon, hogy a mozgásszegény, képernyőfüggő, egészségtelen ételeket habzsoló életmódunk milyen hatást gyakorolhat az agyunkra. És ha már ennyit beszéltünk az intelligenciáról, te tudod, hogy miért hiszik magukat okosnak a buta emberek? Ha érdekel a hivatalos nevén Dunning-Kruger hatás, kattints tovább a képernyőn látható videónkra. Örülünk, hogy itt voltál, ha tetszett a videó, iratkozz fel, és persze köszönjük a támogatást minden csatornatagnak és fő partnerünknek, a Reghostnak.